Végig kiélezett mérkőzésen szenvedett vereséget a mezőkövesdi KC a Cegléd ellen lejátszott KNTH férfi kézilabdaliga nyitó mérkőzésén szeptember 1-én. Kézilabdázóink a tavalyi pontvadászat 10. helyezettjét fogadták. Az első játék részben végig együtt haladtak a csapatok, a 18. percben Mennyhár találata után 5-5 volt az állás. A folytatásban sem változott a játékképe, a küzdelmes találkozón egyik fél sem tudott előnyt kiharcolni a szünetig. A találkozón 30 percet követően 11-11 volt az állás. Fordulás után hosszú ideig nem változott a helyzet, a 44. percben Jancsó 7 méteresből szerzett gólja után 16-16 állt az eredményjelzőn. Az összecsapás záró periódusában a Pest megyei gárda játszott pontosabban, ennek eredményeként megszerezték a két bajnoki pontot. Együttesünkből Stankovics és Kovács Bence volt a legeredményesebb 4-4 találattal, míg a vendégeknél Lászlai 6 gólig jutott. A végeredmény Mezőkövesdi KC, Ceglédi KKS-e 22-24. Izgalmas, jó mérkőzést játszottunk, bár nagyon sok hibával. Nagyon sok technikai hibát vétettünk, és az ellenfél hálóére azért megnehezítette a dolgunkat. Azt hiszem, hogy a védekezésünk jól működött, a hatosfalas védekezésünk. Akadozott a gépezet elől, de úgy gondolom, hogy ez egy olyan mérkőzés volt, bajnokság első mérkőzése, nem is mehet minden annyira simán, de úgy gondolom, hogy megdolgoztak a fiúk ezért a győzelemért. Gratulálok nekik, gratulálok az ellenfélnek is, mert tényleg egy jó mérkőzést játszottunk velük. Igen, nagyon küzdelmes mérkőzés volt, rengeteg hibával játszottunk. Gondoltam is, hogy ugye rutintalanok vagyunk, fiatalok vagyunk, hogy ez be fog következni. Nyilván arra azzal nem számoltam, hogy elől azért 10-15 zicser között kihagyunk, mert arra azért nehéz felkészülni. Nyilván tudtam, hogy vannak problémáink, bal szélen ugye itt a Csiri nem járt, nem is edzett egész hónapban, úgy nem is lőtt kapura, vagy 3 hónapja ugye műtét után. Ott rengeteg helyzetet elpuskáztunk, de voltak még hibák. A védelmünk az úgy gondolom, amit elterveztünk, az jól működött. Hozzátette, a védekezés és a kapus teljesítmény mellett a hozzáállás is jó volt, viszont elől hiányzott a pontosság és a rutin, emiatt maradt el a győzelem. Azt gondolom, hogy talán szerencsésebb csapat nyert, mi azért egész rutintalanok is fiatalok vagyunk, így azért egész nehéz az első meccset ennyi néző előtt hazai pályán megvívni. Azt gondolom, hogy akaratból, hozzáállásból ott volt a csapat, próbáltunk, mentünk, de le kell vonni a tanulságokat, aztán a következő mérkőzésekre ebből kamatoztatni, aztán reméljük, hogy meg lesz a következő mérkőzésen győzünk. Az MKC legközelebb szeptember 9-én vasárnap 17 óra 45 perckor lép majd parketre Csurgón. Az egyaránt NB1-es Eger és Gyöngyös mellett az NB1B-s Sziget-Szentmiklós ellen lép pályára az MKC a Liga Kupa küzdelmeinek A csoportjában. Az oda-visszavágós mérkőzéseket tetszőleges sorrendben játszhatják le a csapatok 2019. január 31-ig. A négy csoportból az első két helyzet jut a legjobb 8 közé.